Sziasztok, itt Szajkop! És ma bemutatom nektek az új mapon az én új házamat. Az egész az egy ilyen nagy kocka téglalap épület, mint téglatest épületszerű. Nem olyan nagy dizájnos, de ami telle belőlem azt megtettem. Az egésznek itt alul ilyen bérlakások találhatóak, ahol itt e-games, meg Meserfar, Concerto, meg a Vector lakik. Ez a két hely még kiadó. Ha akarsz, akkor te is idejöhetsz. Itt már lakott előttünk valaki, csak fölköltözött hozzám. Az egész csak annyi, hogy fizetned kell a lakbért, ami csak annyi, hogyha bányászol, vagy fát vágsz, vagy bármi nyersanyagod van, amit hozol be, például gumit szedsz, farmolsz, akármi, annak a 20%-a az enyém. És akkor ezért cserében kapsz egy ilyen levédett házat, szobát, alapgépekkel és végtelen árammal, ami egy 32 voltos kábellel történik meg. Aztán egy ember, akik már beszervezték, Concerto az nagy egy ilyen gépész, mert itt mindent felépít magának. Ilyen, nem tudom, itt a hógyára, a recycle, nem tudom mit csinál. Nem, az ide jön. Itt megy. Recycle, nem, kompresszor elég régi. Nem megy. Aztán e-games és Nasher Forest, egy ilyen nagy ipari olaj feldolgozók van itt meg. Itt is van Concerto, meg e-games. Itt neki rengeteg gépük van, meg még több láda, és az egész le van védve, meg van nekik itt hátul egy gumifarm, amit lehet használni. És hogyha ide akarsz jönni, akkor szóljál nekem, és aztán, hogyha ide jössz, akkor levédem neked az egyik részt, amit választasz, és saját magadnak megtervezheted, hogy hogy nézzen ki. Mint például ugye, hogy Meserfarék csinálták ilyen reinforced stone-ból, meg reinforced üvegből, Concerto ezzel a festhető construction foam-mal, mint Vectornak ez a csak a néhány alapgép, mármint nem alapgép, hanem fejlesztett gép, meg a pár cuccai, és majd kertet, és lehet majd, de azon még dolgozunk itt a csapattal, hogy hogy legyen ez kialakítva. Aztán fönt az én részem az úgy néz ki, hogy van egy ilyen társalgó, ami már nem társalgó. Itt raktározom én az olajat, valamint a benzin. Másik oldalon meg itt a megszokott raktárom a gépekkel. Ezek is mind a fejlesztett, ez a két rotációs mekorétor, meg egyéb más, rengeteg cuccal, és az egész áramot, azt fönt ez a rengeteg napelem adja, aminek most a kicsit elállítottak a dolgai, de ugyanúgy működnek, csak a szerver nem töltötte be normálisan. Fönt van 4x6, azaz 24 napvirág, ami 4x6x13 napelemet jelent, az eléggé sok. Van egy nagy energiatározó sor, körülbelül 120 millió EU van itt most raktározva, és még egy az így gyártja nekem a benzint a olajakból, úgy látom, hogy mindjárt kifogy. Itt még van tovább is. Hogyha akkor jönni akarsz, akkor célszerű Skype-on felvenni engem, de nem fontos, és csak fizesd a 20%-ot és dolgozzál. És még itt van hátul egy ilyen kicsi kaktusz farm, bár ez már csak Nasher faréké. És még itt van valahol ez a farmoló rész, amit az előző videóban mutattam be. Na hát akkor ez ennyi lett volna. Várom a jelentkezéseteket. Csak két hely van. Siessél!
És sziasztok!